piskóta tejszínes krémmel, ízig-vérig csokis finomság. A hagyomány szerint századok óta ez a Rigó Jancsi szelet. S mint ahogy a néhány magyar desszertnél, ennél is van névadó, méghozzá a híres cigány prímás. Ám de ennél mégis többről mesél a sütemény. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum új kiállítása is bizonyítékokat szolgáltat erre, sőt, arra a kérdésre is megkapjuk a választ, ki is volt valójában Rigó János. Maga korában a 19. század közepétől a 20. század első feléig az egyik legismertebb cigányprímás volt, de nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Pákozdon született, gyerekkorában felfigyeltek tehetségére, és aztán tanították, megpróbálták tanítani, de egy nagyon szegény családból származott. Több helyen ő is már a fővárosban fellépett. A róla élő legendák szerint a női szíveket is megdobogtatta remek játékával. Így pillantja meg a belga Simai herceg felesége Clara Ward. A muzsikus és a hercegnő közt a kor botrányát kavaró szerelem lobbant, amiről minden ismertebb lap beszámolt. A Mikszáth Kálmán által szerkesztett országos hírlap is megírta az esetet. Nem szokásos az, hogy egy hercegnő rangon alul házasodik, az újságok naponta írtak róla. Ezek ilyen regényes töltheti beszámolók voltak, hogy épp hova ment, mit csinált, kivelettek és hol léptek föl. De valójában az igazi menedzser az a felesége volt, Clara Ward, aki azzal tűnt fel, hogy különleges ruháiban varieté-szerű előadásokat tartott, és ezzel járták be tulajdonképpen az országot, aztán a világot. A múzeum kiállítása foglalkozik azzal, hogy mit is jelentett ezekben az időkben a horvát tengerpart a monarchiának. Híres szállodákba lépett fel a kor celebjeinek számító pár is. A horvátok a Rigó Jancsi süteményt Fiuméhez vagy Abbáziához kötik, mi magyarok egy pesti szálloda cukrászához. Celebekről elnevezni ételterméket, ez egy alapvető jó üzleti fogás. Ugye Rijeka vagy Fiume, az ugye Magyarország egyik legnagyobb kereskedővárosa, szállító központ, odaérkeztek a hajók, a csokoládé, a kakó és minden egyéb gyarmatáró, és oda mentek nyaralni az emberek. Ugyanazt a milliót találták meg, erről is szól ez a kiállítás, mint Budapesten van. Az, hogy a Rigó Jancsi mint desszert máig fennmaradt, még egy dologra felhívja a figyelmet, aminek talán nagy reklám nem is kell, ez pedig a magyar cigányzene. Ma is találunk olyan éttermeket, ahol a hagyományos felállásban muzsikál a cigányprímás, óriási zenei repertoárból válogatva. A cigány muzsikusok és zenei motivumaik előtt olyan nagy művek tisztelegnek, mint Brahms 5. magyar tánca vagy Liszt Ferenc magyar rapszódiája. A magyar cigányzene kialakulása és tulajdonképpen előretörése az a 19. század közepére tehető, amikor ténylegesen kialakultak azok a zenei eszközök, például a címbalom, Sunda Vencel Józsefnek köszönhetően a polgárosodás kialakulásával létrejöttek az éttermek, kávéházok, azok a polgári helyek, ahol valamilyen zene vagy zeneszolgáltatás van, és a cigány zene tulajdonképpen itt jön be a magyar népzenével keveredve. Barna Mihály, Cinka Panna, Bihari János, Dankó Pista, Sárközi Ferenc vagy épp Rigó János, csak néhány név a híres művészek közül. Így végül is leszögezhetjük, hogy ebben a csoki süteményben annyi legenda, annyi muzsika és érzés lengi körbe a rétegeket, hogy tényleg édes ihletté válhatott.